Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondott című műsorunkat látják 2021. július 22-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Ficsák Mezőtúri Alapítványának tevékenységei az elmúlt időszakban. Vízi sporteszközök bérlése. Külterületi helyi közutak fejlesztése. A Fiatal Családosok Klubja egész évben törekszik a rászoruló családok segítésére, a gyermekek körülményeinek feljavítására. Pozder Kakorcsok Anita, a Ficsak Mezőtúri Alapítványának kurátora elmondta, milyen karitatív tevékenységeket folytattak a közelmúltban, és tájékoztatást adott az alapítvány jövőbeli terveiről, programjairól is. A Fiatal Családosok Klubjának Mezőtúri szervezetének kurátorával beszélgetek, hogy mik az elmúlt események, amikről szeretnél beszámolni, és a jövőben milyen programok várhatóak a ti szervezésetekben. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Ahogy korábban is elmondtam, azért az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben a tevékenységünk legnagyobb része az adományok gyűjtésével és azok szétosztásával folyt, ugye a járványügyi helyzet miatt. Elsősorban bútoradományok és ruhaadományok érkeztek, amit ezúton is nagyon köszönök a felajánlóknak. Mindig a legjobb helyet igyekeztünk ezeknek az adományoknak megtalálni. Elsősorban a családi és gyermekjóléti szolgálattal közösen együttműködve találjuk meg a legmegfelelőbb helyeket, családokat, de nagy örömmel mondhatom el, hogy kicsit változott a lakosság bizalma velünk szemben, úgyhogy most már jelentkeznek is azok, akik szívesen fogadnák ezeket az adományokat. Természetesen ezt a tevékenységünket tovább fogjuk folytatni, jelenleg is vannak felajánlásaink. Most egy pici türelmet kérünk minden felajánlótól, hiszen itt a nyári időszakban nehezebb megoldani a logisztikát, az emberi és a gépjármű kapacitásnak a rendelkezésre bocsájtását, hiszen mi szoktuk megszervezni azt is, hogy kimegyünk, elpakolunk az adományozótól, illetve odaszállítjuk a családoknak, de szeptemberben folytatni fogjuk. Ruhaadományok is jelentősen felhalmozottak most itt a Ficsak irodájában. Ezekből a közeljövőben a családi és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve ruhaosztást tervezünk. Eddig sajnos az elmúlt évben erre a pandémia miatt nem volt lehetőség, de ezt a nyár folyamán meg fogjuk valósítani. Elsősorban a gyerekruhákat sikerült szétosztanunk, de felnőtt női és férfi ruhák, illetve idősebb korosztály számára állnak rendelkezésre ruhák. Ezek meghirdetésre fognak kerülni, és akkor szeretettel várjuk a lakosságot a ruhaosztásra. Ezen kívül el tudom mondani, hogy természetesen a karitatív tevékenység mellett készültünk nagy erővel a nyitásra, és örömmel mondhatom el, hogy jövő héten, hétvégén megrendezésre kerülhet újra a mezőtúri halasnapok a mezőtúri városi strandfürdő területén, ahol a Ficsak Mezőtúr Alapítvány fogja, vagy próbálja egész nap szórakoztatni majd a gyerkőcöket. Gyereksziggel várjuk az érdeklődőket, miközben anyuka, apuka pihen, hűsöl, nézi a koncerteket a medence széléről, vagy éppen bevásárol a kézműves vásárban, megkóstolja a finom halételeket, eközben mi a gyermekeket fogjuk szórakoztatni kézműves foglalkozással, korongozással, gyöngyfűzéssel, trambulinnal, horgászattal és körjátékokkal várjuk a gyerekeket az önkéntes munkatársaimmal. Itt szeretném elmondani, hogy mivel ez a rendezvény a jelenlegi szabályozás alapján zenés-táncos rendezvénynek minősül, ezért kérjük a családokat, szülőket, hogy úgy készüljenek, hogy a belépés ezen a napon a strandfürdő területére, mivel a rendezvény területe védettségigazolvánnyal lehetséges. Reméljük, hogy ez nem lesz gátja annak, hogy minél többen jövő héten nagyon jó időt mond, együtt érezzük magunkat nagyon jól egy ilyen idilli környezetben. És akkor a halasnapok után nem nagyon lesz alkalmunk pihenni, szerencsére, mi ennek nagyon örülünk, ugyanis augusztus 2-án kezdjük az immáron második alkalommal megrendezésre kerülő Ficsak nyári táborunkat. Ez egy egyhetes tábor, teljesen ingyenes tábor, és rászoruló gyermekek részére szervezzük.
17 gyerkőc vesz részt, természetesen felnőttek kíséretében. Nagyon sok, úgy mint tavaly, nagyon sok színes programmal várjuk a gyermekeket. Tavaly is azt gondolom, hogy élményekkel gazdagon tértek haza. Ez az idejében úgy gondolom még a színvonalasabb lesz, még több programot tudunk a részükre nyújtani, el tudjuk őket vinni Szolnokra például kirándulni a Vadasparkba, a Reptárba, de mezőtúron is nagyon sok programmal, előadással várjuk őket. Az, hogy most színvonalasabb lehet a tábor, ez annak köszönhető, hogy az alapítvány pályázott a Nemzeti Alapkezelő ZRT-nél, és sikeres pályázatot tudhatunk magunknak, úgyhogy ez a tábor a Bethlen Gábor ZRT támogatásával valósulhat meg. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, nagyon készülünk rá. És ugyanebből a pályázatból szeretném elmondani, hogy majd remélhetőleg az ősz folyamán, de legkésőbb a tavasszal lehetőség nyílik egy drogprevenciós nap megszervezésére, ahol az iskolák, középiskolák, gimnáziumok együttműködésével szeretnénk természetesen szakemberek bevonásával, dr. Zaher Gábor fogjuk meghívni, felhívni a figyelmet ugye ezeknek a dolgoknak a veszélyeire. El tudom még mondani azt, hogy be tudok számolni másik nyertes pályázatról is, ez pedig a TOP rendszerében pályázta az alapítvány, és sikerült megnyernünk egy napos sportoljunk együtt egészségünkért rendezvényre a pályázati forrást. Előkészületek megtörténtek, eszközbeszerzések megtörténtek, és hogyha minden jól megy, reméljük, akkor szeptemberben egyeztetve az iskolaigazgatókkal, illetve az óvoda vezetőivel a gyerkőcöket egész napos sportrendezvényre, interaktív sportrendezvényre várjuk a Városi Sportcentrum területére. Ezen a napon be fogjuk mutatni a gyerkőcöknek a városban működő összes sportágat. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez is megvalósítható lesz. És még mindig nem ért véget a sor, egy pályázatunk még függőben van, valószínűleg ennek is hamarosan eredménye lesz, ez is a TOP rendszerében, ebből pedig egy Ficsak családi fesztivált szeretnénk koncertekkel, nagyon sok gyerekprogrammal, családi programmal megvalósítani, hiszen a Ficsaknak az elsődleges célja a családi lét, a családi élet szépségeinek a népszerűsítése. És további terveink is vannak, együtt szeretnénk megszervezni majd a ismételten a mezőtúri közművelődési és sport Kft-vel a Városi Mikulás ünnepséget, de nem szeretnék ennyire előre szaladni, hiszen most nyár van, jó idő van, élvezzük együtt a nyarat, a szabadságot, tehát jövő héten mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a rendezvényre. És még annyit szeretnék kiemelni, hogy ezúton is meg kell, hogy köszönjem a két állandó önkéntes munkatársamnak azt a sok-sok segítséget, amit kapok, amit teljesen ellenszolgáltatásul, önzetlenül végeznek a mezőtúri családok érdekében. Ő Veres Anikó, illetve Nyújtó Ceglédi Bernadett, aki a Családi és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, valamint most is ki kell emelnem a nyugdíjas klubok, a civil szervezetek klubvezetőinek, klubtagjainak a segítségét, akik például most is a tábor szervezésnél az összes délutáni étkezést a gyerekeknek teljesen felajánlásban, támogatásban oldják meg, bevásároljuk az alapanyagot, és akkor a idős hölgyek, urak közösen együttműködve megsütik a gyerekeknek a palacsintát, a túrosbuktát, a lángost, amit a gyerekek mindig nagy-nagy szeretettel fogadnak és fogyasztanak el. Úgyhogy ezek a közeli terveink, mi nagyon lelkesek vagyunk, úgyhogy reméljük, hogy semmi nem vet ennek gátat, és ezúton is szeretnék mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánni a közeljövőben lévő rendezvényekre, és mindenkinek nagyon szép nyarat, jó szabadságolást kívánok! A helyiek mezőtúrta a vizek városának tekintik, ugyanis páratlan vízivilággal találkozhatunk a település több pontján, illetve környékén. Ezen természeti csodák megtekintésére, valamint szórakozásra, sportolásra és alkalmas vízi sporteszközök bérlésére ad lehetőséget városunk önkormányzata, amelyet a Hortobágy Berettyón lehet igénybe venni. A részletekről Szűcs Dániel alpolgármester nyilatkozott. Lehetőség van mezőtúron vízi sporteszközök bérlésére is. Ennek a részleteiről mit lehet tudni, hogyan tudják ezt igénybe venni a városlakói?
Több évvel ezelőtt Mezőtúváros sportjait alapítványa egy pályázati lehetőségen keresztül tudott vásárolni 2 vízibiciklit, valamint kajakokat és kenukat, amelyeket azóta is időszaktól, időjárástól függően ugyebár igyekszünk használni és a lakosság számára a bérlési lehetőséget biztosítani. Ugye a lampionúsztatás időszakában, a sárkányhajó versenyek időszakában ez kiemelten biztosítható, és egyszerűbb a lakosság számára ezeket úgymond bérlési lehetőségre felkínálni, de arra gondoltunk az elmúlt években, hogy jó lenne, hogyha ez a nyári időszakban nem csak rendezvények alkalmával lehetne bérelni, ahogy más településeken is láthatjuk, hogy ezzel próbálkoznak. Mezőtúron pedig régi hagyománya van ugyebár már a vízisportnak, és szeretnénk ezt újraéleszteni, és ennek egy jó lehetősége az utóbbi években kialakított kikötő itt a Hortobágy-Berettyó hídfőjénél. Ugye az elmúlt évben már volt lehetőség vízisporteszközöknek a bérlésére, idén nyáron pedig a Mezőtúri Közművelődési és Sport Kft. Üzemeltetésében van ugyanerre lehetőség. Szerda, péntek, illetve szombati napokon van nyitvatartás itt lent a kikötőben, és hát a megadott bérleti díjak mellett, ami egyébként kedvezőek, van lehetőség a kajakokat és kenukat kibérelni, vagy éppen a vízibicikliket. Egyébként, ha én jól látom a statisztikai adatokat, úgymond, vagy amikor erre tekintek a partra, akkor úgy látom egyébként, hogy az utóbbi a legnépszerűbb a családok körében. Egyébként ez nem is újdonság, amikor az első rendezvények is megrendezésre kerültek már az új sporteszközökkel, akkor általában mindig a vízibicikli volt a legnépszerűbb. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség itt a Berettyón ezeket az eszközöket kipróbálni, kicsit kimozdulni a mókuskerékből, a mindennapi, hétköznapi dolgokból, és élni az itthoni értékeinkkel. Ugyebár hétvégén, hogyha a család mondjuk programot szervez, akkor megnézi mondjuk, hogy a környező településeken milyen lehetőség van. Én azt gondolom, és afelé próbálunk menni, hogy a mezőtúriak először azt nézzék meg, hogy itthon milyen lehetőségeink vannak, van-e kulturális rendezvény, van-e valamilyen sportrendezvény, amire ki lehet menni, vagy bármilyen más olyan lehetőség, amelyet érdemes kipróbálni. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen lehetőség mezőtúron. Ez itt van, ez a saját értékünk, a Hortobágy-Berettyó, amelyre ugyebár más törekvések is vannak, hogy különböző pályázatokon keresztül, vagy az ominózus Hortobágy-Berettyó rekultivációs terven keresztül meg tudjuk ezt újítani, szebbé és élhetőbbé tudjuk varázsolni, de ez egy másik téma. De ehhez azt gondolom, hogy egy jó lehetőség a vízisporteszközöknek a bérlési lehetősége. A bérlés kapcsán milyen feltételeknek kell megfelelni? Hány éves kortól lehet ebben részt venni? Mindenképp előírás, hogy 18 éven felüli legyen itt a gyerekekkel, vagy legalábbis hozzájáruljon ahhoz, hogyha 18 év alatti szeretné bérelni ezeket a vízisport eszközöket. Amennyiben pedig felnőtt korúakról van szó, akkor neki természetesen idézőjelben csak egy hozzájárulási vagy hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni, amelyben vállalják azt, hogy saját felelősségükre használják ezeket az eszközöket, amelyeket kedvezményes bérleti díjak mentén lehet kipróbálni, valamint ki van téve itt mögöttem is látható egyébként egy olyan tájékoztató, amelyben a bérlőket arról tájékoztatja az üzemeltető, hogy milyen kötelezettségeik vannak a vízisporteszközök használata során. Itt arra gondolok, hogy például horgászni nem szabad ezekből az eszközökből, nem szabad kiugrálni belőlük, és hát a rendeltetésének megfelelően kell ezeket használni. Azt gondolom, hogy ezek olyan minimális szabályok, amelyeket bőven be lehet tartani minden baráti társaságnak, vagy éppen egy-egy családnak. És örömmel látom azt egyébként, hogy az utóbbi napokban érkeznek egyébként le baráti társaságok, családok, ismerősök is igénybe veszik ezt a szolgáltatást. Én arra szeretnék biztatni ezúton is mindenkit, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Nyári időszakban nem kell messzire utazni ahhoz, hogy kicsit ki tudjunk kapcsolódni mezőtúron. A vízisport eszközöket, tényleg kajakokat, kenukat, a vízibicikliket gyorsan vízre lehet tenni, és azt gondolom, hogy egy-két órás kikapcsolódásnak kitűnő alkalom ez, hiszen nem csak sportolási lehetőség is ez, hanem azt gondolom, hogy tényleg leelvezve a Berettyón, megcsodálva az itteni élővilágot, vízivilágot, egy kitűnő alkalom arra, hogy kikapcsolódjon egy-egy ember, vagy éppen egy család, egy baráti társaság. Önkormányzatunk már régóta törekszik arra, hogy turisztikailag vonzóbbá tegyük településünket, mondta el Herceg Zsolt polgármester, aki hozzátette, ehhez a holtágaink is nagyban hozzájárulnak.
Polgármester úr sajtótájékoztatójában beszámolt a külterületi helyi közutak fejlesztésével kapcsolatos pályázatról. Nagyon fontos téma volt a következő, amiről szeretnék még beszélni, az a vidékfejlesztési program pályázati felhívására kiírt külterületi helyi közutak fejlesztéséről szóló pályázat. Itt meg kell, hogy említsem, hogy önkormányzatunk már régóta törekszik arra, hogy turisztikailag vonzóbbá tegyük településünket, és hát ehhez a holtágaink is nagyban hozzájárulnak, és hozzájárulhatnak még jobban majd a jövőben is. És hát mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy a holtágainknál az alapinfrastruktúra, így az utaknak az állapota az lehetőleg minél fejlettebb, korszerűbb legyen, és erre gondolva egyébként már most ugye 3 helyszínen pályáztunk. A lényeg az, hogy már 2-nél a korábbi években is nyújtottunk be pályázatot, azok nem jártak sikerrel, hát reméljük, hogy majd most ez nem így lesz. A Turtői holtág vonatkozásában ugye 2 helyszínt érint a pályázat. Az első a Földhídhoz vezető út, tehát a Szarvasíkon felé vezető útról, ahogy balra ugye lekanyarodunk, a Földhídhoz vezető út 750 méter hosszban történő megépítése, tehát ez egy aszfalt burkolatot kapna. Ez szerepel a tervek között, és ettől az úttól, mielőtt elérnénk a Földhidat, ugye jobbra van egy lecsatlakozó út, ami a Matulaházak felé vezet, onnan 250 méterre, tehát a Matulaházakig egy kavicsos útalap épülne. Ez ugye ahhoz vezette, hogy ha elsős idő van, akkor is könnyen megközelíthető lenne mind a holták, mind a Matulaházak szálláshelye. És a másik helyszín pedig a Hercegasszony Hotelt érinti. Ott a tulajdonos néhány évvel ezelőtt az utat megépítette, amely azóta azért elég rossz állapotba került. Ennek az útnak az aszfaltburkolattal történő megerősítése, illetve felújítása történne meg közel 1300 folyóméter hosszban. Természetesen a potka rendezésével, az árok rendezésével, tehát biztosítani kell egy út esetében a vízelvezetést is, tehát erre is gondoltunk a tervezés során. És a harmadik helyszín pedig a Vakota zúgot érinti, ez ugye a Peresi holtágnál található, ahol 2,7 kilométer hosszban építeni útalapot. Hát itt is elég vegyes a műszaki tartalom, hiszen a Zsibóféle horgásztóhoz vezető út az viszonylag jó állapotban van, ott tulajdonképpen csak egy kavicsos javítás, kátyozás történne meg, és ahogy elérjük a holtágat, ahogy bemegyünk a hosszú egyenes úton, a holtág mellett vezető útnak az útalappal történő ellátása és a következő adandó alkalommal vissza a 46-os útra. Az útszakasz szerepel a 1300 méteres hosszban a műszaki tartalomban. Ennek a műszaki tartalomnak a volumene, pénzügyi volumene az megközelíti a 300 millió forintot, tehát a pályázatnak a pénzügyi értéke az ennyi. Hát reméljük, hogy is lesz, és akkor a külterületen is tudunk majd utat építeni. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!